Bár még nincs itt a megszokott ideje, már szedik az almát ezen az új fehér túli alma ültetvényen. Az érés az öntözött jéghárós ültetvényekben mintegy két héttel van előrébb a megszokottnál, az öntözetlen, főleg ipari célú ültetvényekben pedig három héttel korábban kezdődhet meg a szüret. 30 éves pályafutásom során nem tapasztaltuk még ezt, vagy én sem tapasztaltam azt, hogy, hogy több mint két héttel korábban érnek a, a fajták. Korábbi volt természetesen a virágzás is, és ugye azt tudjuk, hogy a virágzástól, a megtermékenyítéstől számított napok száma az minden fajtánál leírható, és a különböző fajták különböző idővel rendelkeznek. Így a korai fajták, például a gála, amivel már Magyarországon is megindult a, az alma szüret, Normál időszakban, augusztus utolsó hetében, augusztus 20-a után szoktuk elkezdeni a szüretet, és augusztus 5-én a jó színeződő, korai változatokkal szinte minden jó kertben megindult a szüret, és ezt kiszámolhatjuk, hogy ez, ez minimum 15 napos koraiságot jelent. A korábbi érésre nem volt felkészülve a piac, így nagyon sok gazda keresi még a helyét az almának. Az értékesítési láncok keresése és a nagy meleg miatt félő, hogy túlérhet a termés. Ez azt jelenti az a almánál, hogy a, az érési folyamat, mivel beindult már ugye e, elég régen, nagyon felgyorsul és nagyon rövid idő áll rendelkezésre, hogy megfelelő szedési érettségben szedjük le, mert ez az áloga annak, hogy ez az alma 12 hónapon keresztül a fogyasztók asztalára kerüljön, és jó minőségben tárolható legyen. A túlérett alma az nagyon rövid ideig tárolható. A tavaszi hideghatásoknak, valamint a nyári aszálynak és hőségnek köszönhetően elsősorban az öntözetlen ültetvényeken nagyon korán beindult egy jelentősebb mértékű termékhullás. Mivel szabad ég alatt tartják az almát, az időjárás mindig hatással van a termesztésre. Azért is vannak így az ültetvényben ezek a védelmi berendezések, a fagyvédelemtől a jégvédelemig, sőt a nap e, sütés ellen is véd valamennyit ez a jéghálónak nevezett e, e, anyag. És óriási probléma, ugye több mint három hetes nagy kánikulán vagyunk túl. Úgy gondolom, hogy ez a, a mezőgazdasági termelésnek óriási károkat okozott. Az intenzív almaültetvények elképzelhetetlenek öntözés nélkül, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyarországi modern öntözéssel, fagy- és jégvédelemmel ellátott ültetvényekben, azzal, hogy minden nap jelentős mennyiségű vizet juttatunk ki az almafáink alá, még talán tudjuk kezelni ezt az extrém időjárást. Viszont a gyümölcsök felületén ez a nagy sugárzás már okoz károsodást, a, ezt nevezzük napégésnek de még nem olyan mértékben, hogy ez jelentősen befolyásolná az étkezési célú alma a termés mennyiségét. Az alma ágazatban az étkezés és az ipari szegmensben egyaránt keresleti piacra lehet számítani. A várható hazai alma termés jócskán alul múlja a tavalyi 472 ezer tonnát. A becslések szerint az idén mindössze 330 ezer tonnára lehet számítani. Ezzel Magyarországon is az elmúlt tíz év második leggyengébb termése várható. Nagyon sok országban jelentős fagykár érte az ültetvényeket. Lengyelországban például, ami az európai termés több mint egy harmadát adja, 30-40 százalékos kiesést prognosztizáltak. Éppen ezért a hazai gazdák jó pozícióból indulnak, hiszen várhatóan a külföldi felvásárlók is keresni fogják a jó minőségű almákat.